A szabadka összevetelen elhangzott a városban 6700 munkarokan nyugdíjas él, és közel 500 csökkentett munkaképességű fiatal, akik hajlandók dolgozni, de nehezen jutnak munkához. Ennek két fő oka van. Az egyik, hogy a munkáltatók zöme nem igen alkalmazza a munkaerő ezen kategóriáját, a másik pedig, hogy az állam nem támogatja kellő mértékben azokat a munkadókat, akik csökkentett munkaképességű embereket alkalmaznak. Nagyon nehéz munkához jutni, a legnehezebb azokat a munkahelyeket betölteni, amelyek az elvándorlás következtében üresedtek meg. Olyan szakemberek hiányoznak, mint az ácsok és a kőművesek, ezért a szövetségünk azt szorgalmazza, hogy az állam találja meg a módját annak, hogy csökkentett munkaképességű fiatalokat lehessen alkalmazni. A vajdaságban 63 ezer munkarokkal nyugdíjas él, a Vajdasági Munkarokkantak Szövetségében úgy tudják, és ezt a szabadkai összevetelen külön kiemelték, hogy közülük megközelítőleg 4 ezeren a hajlandóak lennének képességeikhez mérten munkát vállalni.